1994. december 30-a, péntek. Népliget, metróállomás. Ez pedig a 75-ös trollibusz régi végállomása a Népligetnél. Igazából a film témája a friss fővizsgás 244-es pályaszámú GVM troli volt, azonban ezeken a felvételeken remekül megfigyelhető a régi Népligeti trollibusz végállomás, amely így ebben a formájában 2000 májusáig létezett. Bár mostanában a Népligetben megint van troli, a 83-as, de ez már csak olyan alibi trollibusz önjáró módban felső nélkül az számomra nem az igazi. Ahol a 202-es ráncajtós GVM áll, az volt az állandó helye a tartalékkocsinak. Egy időben szinte mindig a 104-es állt itt, vagy ha az nem, akkor a 600-as Ikarus 260-as. De ezek az idők itt már elmúltak. és el is indulunk a 23-as villamossal a Népligettől, a már új, egyvágányú pályán, a könyves Kálmán körút közepén, ez az, amit az előző filmben még csak épülni láttunk. Most a gyálúti kereszteződéshez érkezünk, és a gyálúti megálló is, egy peronos, kétirányú megálló itt. A film jobb szélén talán még felsejlik a régi keleti pályaudvar irányú vágány az út szélén, majdnem végig folyamatos még, csak már felső vezeték nincsen fölötte, azaz nem olyan régen közlekedett itt a 23-as ezen az új építésű pályán, arra viszont jól emlékszem, hogy ez az állapot ezzel a középre helyezett egyvágányjal hosszú hónapokig tartott. Annyi volt itt a különbség, hogy már nem Ferencváros Mávállomásnál volt vége az egyvágányú szakasznak, hanem itt a Lenkei utcánál. És az előző videóban sajnos pontatlanul mondtam, mert bizony bizony, még a középe helyezett vágányon is, mint látjátok, volt Lenke utcai megálló. Hiába no, Ferencváros kocsi szint azért így lehetett normálisan kiszolgálni, tekintve, hogy ezen a szakaszon még gyalogolni sem volt egyszerű. Az viszont biztos, hogy mikor megépült a második vágány, ott már Lenke utcai megálló, Tutira nem volt. Most pedig Ferencváros Mávállomás megállónál vagyunk, már hogy kinézett nem sokkal az átadás után, ez már a jelenlegi nyomvonal természetesen. És nem csak a villamospályát érdemes itt megfigyelni, hanem a környéket is. A maihoz képest mennyire üres, mennyire más még, szinte felismerhetetlen. A gancsuklós korabeli műszerfala pedig már csak habatortán. Itt pedig a Mester utca könyves Kálmán körút megállónál vagyunk, ami ekkor még nem volt átadva, hiszen a 23-as villamos nem itt állt meg, hanem itt a befordulás után a mostani 2B51 51, 51 -a, a megállójában. Jól látható, hogy ekkorra a külső Mesterutca utca felől a közutat már megnyitották. A 23-as villamos pedig megy tovább Ferenc körút Mester utca végállomás felé és nem csak a környék miatt érdekesek ezek a felvételek, hanem azért is, mert bár itt közút már aktívan üzemelt, de mégis alig-alig akad autó. Az egész környék borzasztóan a periférián volt, tulajdonképpen nem sokan jártak erre. Na bezzeg ma! Mondjuk az is igaz, hogy ekkoriban még csak a keresztirányú forgalom volt a Mester utca és a külső Mester utca között. A villamos megállóban pedig ott figyeltek a sárga fém menetrendi táblák és érkezik a 30-as villamos, amelyel még egy megállót fogok utazni a kultúrház megállóhelyig. Ezt a szakaszt szinte ugyanígy 1994. december 5-én az előző videóban már dokumentáltam, na de ha már ott voltam, nyilván nem lehetett kihagyni. A környék akkor is döbbenetes, ott szemben áll most a Lurdi ház. De természetesen itt még híre hanva sincsen, hiszen a Lurdi ház csak 1998 őszén nyílt itt meg. A vele szemben álló, tőlünk most lassan balra lévő praktiker pedig még annál is később, csak 2000-ben és tőlünk balra itt a földszintes házak helyén is réges-régen lakóparkok állnak már a Máriási utca, Nádasdi utca környékén. Mi pedig közben szép lassan ráfordulunk a Gubacsi útra, és itt is látszik, hogy a Gubacsi út még mindig nem volt elzárva töltéssel, azaz a Máriási utcaig lehetett rajta közlekedni. Ez volt a Gubacsi út eredeti állapota, amely 1995-ben szűnt meg, mikor a töltést odarakták.